Következő szituáció az úgynevezett belógó golyó esete. Nézzétek meg, az egyes golyót kell oda belöknöm, és a kettes golyó a következő. Normál esetben semmi gond nem lenne, csak itt van egy csíkos golyó. Az ellenfélnek a csíkos golyója, mondjuk én tele golyókkal vagyok, és hát nézd meg, hogy belóg. Tehát itt látszik szépen, hogyha megnézzük így vonalból, hogy teljesen belóg a vonalba. Tehát nem tudom belökni a golyótajukba. Ha meg mellé lököm, ugye, akkor itt a falon pattan és kijön. Hát ez így nem jó. Na ilyenkor mi a helyzet? Ilyenkor azt kell megnézni, ide kell jönni a fehér golyó mögé, és meg kell nézned, hogy a célgolyó, amit be akarsz lökni, annak a középvonala, hogyha ellököm szépen kényelmesen az akadálygolyó mellett, akkor a középvonal és a csücsök az egy vonalban van, vagy pedig erre mutat, vagy erre mutat. Na most, hogyha egy vonalban van, vagy a célgolyónak, tehát a sárgának a középvonala kicsit beljebb mutat, tehát ide mutat a lyukba, akkor jó, akkor be tud esni. Ha viszont szépen ellökve, tehát kényelmesen ellökve mellett a középvonal a sárgának ide mutat, akkor már, tehát a csücskön kívül, akkor már nem esett le. Jó, tehát ha a csücskön belül mutat, akkor leesett. Viszont vigyázz, ne durrancs bele, hogyha nagyon erősen meglököd, akkor a csücsökről ugye kiszalad, és így elmegy. Tehát nem esik be. Úgynevezett Pocket Speed-del kell lökni. Ugye Pocket Speed angolul az azt jelenti, hogy olyan tempóval lököm meg, hogy pont a lyukig menjen el és essen bele. Tehát nem szabad erősebben löknöd. Jó, pontosan addig, ameddig elmegy. Ezt is meg kell érezni. Hogyha nagyon keveset löksz bele, akkor el se fog gurulni a lyukig, ha meg sokat, akkor meg kijön a lyukból. Tehát pontosan annyit, ezt is meg kell érezni, hogy mi az a Pocket Speed. De a Pocket az ugye a zseb, angolul, a Speed az meg a sebesség. Tehát úgy gondolom, a zseb az a lyukhoz a sebesség. Tökéletesen annyit kell, és akkor szépen bele fog pottyanni. Ezt is gyakorolod. Na, hogy mérem ki? A célgolyót a dákóval, ugye a dákót mindig használjuk mérésre, a dákóval a célgolyó közepét összekötöm a csücsökkel, és ezt a pontot célzom. Picit a csücsök vagy azon belül, attól függ, hogy mennyire kényelmesen tudsz ellökni az akadálygolyó mellett. Jó, és akkor ehhez képest nézzük meg a fantomgolyót, és ezt fogjuk célozni a fehérrel. Jó, és hogy tudsz picit lökni? Ugye erről is beszéltünk már egy korábbi videóban, hogy nem szabad ilyen nagyokat vízíroznod, próbalökések, ne legyenek nagyok, hanem csak picik. És a kilökés se legyen ilyen nagy, hanem az is pici legyen. És itt tudsz kisebbet lökni. Sőt, a kezedet még ilyenkor feljebb is rakhatod, itt a hátsó kezedet, így még kisebbet tudsz majd lökni. Teljesen lassú sebességgel. Na nézzük! És szépen beesik a csücsökről, kényelmesen, és már is folytatjuk a következő golyóval.